Köszönöm szépen a meghívást. Pont ilyen kérdésekre gondoltam. Értem én még a felmerülő gondolatokat, azt remélem a fiatalokban. Ma este kiderül, szóljatok, ha nem úgy van. Szó mi szó, megbotránkozunk az Átok Én a Matyi kérdései mögött is érzékeltem ezt, hogy biztos, hogy ott van a helyük a Szentírásban. Igen, mert belebotlunk valami idegenbe. Ebben teljesen igazatok van. Belebotlunk először is valami mágikusan gyanúsba. Mert az, amikor átkot szórunk, és az be fog teljesedni a mi szavunkra, ugye ezek ilyen mágikus praktikákat idéznek fel bennünk, amikor ráhatunk természet feletti erők mozgósításával, hogy, hogy rosszat okozzunk valakinek. És hát a másik, hogy belebotlunk a gyűlöletbe. Ebben, ezekben a zsoltárokban van indulat, a javában. Nos, az érthető, hogy, hogy idegen egy kicsit tőlünk az átok Zsoltár, hiszen Jézus azt tanította, hogy még az ellenségeinket is áldjuk. Kifejezetten ezt mondja, hogy ha üldöznek is titeket, áldjátok és ne átkozzátok őket. De amennyiben ezt számon kérjük, a zsoltárok szerzőin, hogy lehet, hogy kérdezted, hogy lehet, hogy valaki ilyen zsoltárt ír, akkor egy kicsit igazságtalanok vagyunk. Mondom én, és majd folytatjuk. Ha Matyi nem ért egyet velem, majd kérdezd tovább. Azt gondolom, hogy a régi izraelitáknak az ellenséggel szembeni magatartását nem ítélhetjük meg az evangéliumok szerint. Sőt, még az evangéliumokban is olvasunk arról, hogy valaki, nem is akárki, megátkoz egy fügefát, és fog az átok. Emlékeztek, ugye? Tehát a Jézus korában is használatban volt az átok, ezért olyan újak a törvényt kiteljesítő új parancsolatai. Például az, hogy az üldözőinket áldani kell, és nem átkozni. Ez nagyobb meglepetés volt a Jézus korában, mint egy mai keresztény fiatalnak az, hogy kinyitja a Bibliát, és egy indulattó fűtött átok zsoltárt kezd olvasni. Gondoljátok meg, hogy a régi izraelitáknak a kultikus imáikban voltak ezek az átkok, tehát a zsoltárokban, pontosabban ezek az arúrok, arúr. Ez azt jelenti Héberül, hogy Istentől átkozott. Fontos ez a Héber formula, azt is mondhatnám, hogy lényegesen sajátos. Nagyon előtt a korabeli keleti... Ö, népek körében ismert átokformulától, mert hogy a korabeli keleten az átok az olyan bajt hozó tett vagy szó, amely föltétlenül fogott, és amely ellen éppen ezért büntetéssel vagy mágikus hárítással végrekeztek. De fontos, hogy mágikus tett vagy szó volt az átok keleten. nem lehetett könnyelműen átkozódni. Súlyos büntetések voltak kiszabva arra, aki nem indokolt helyzetben átkozódott. Már egy kicsit utaltam rá korábban, hogy a mágia azt jelenti, hogy valaki közvetlenül, valamilyen hozzáértő mesterkedéssel, praktikával mozgósi természet feletti erőket, ez a mágia. Na most azt mondhatjuk, hogy Izraelben az átoknak ez az eredeti mágikus jellege, ez teljességgel háttérbe szorult. Tudjátok miért? Itt az átoknak a teljesülése maradéktalanul jahvétól, a mindenhatótól függött. Mi a különbség? Aközött, hogy egy másik kultúra keleti embere mágikus praktikával átkocor, vagy hogy az átok zsoltárok szerzője zsoltárban Istenhez fordít, fordulva kíván rosszat az ellenségeire. Mi a különbség? Az, hogy míg a mágikus ráolvasások és praktikák előidézték, az átkot, azoknak a közvetlen folyománya volt az átok. Az átok zsoltárokban csak arról lehet szó, hogy Jahvé meghallgatja az átkot. Tehát nincs mágikus cselekedet. Egyszerűen csak a rossz kívánása van a minket szorongató ellenségnek, mégpedig Isten előtt, mert az átok kirovása Izraelben Egyedül jahvét illeti meg. Nincs megengedve egyetlen átok zsoltárt éneklőnek vagy szerzőnek sem, hogy ő gazdálkodjék az átokkal. Hogy a saját mágikus tettei vagy szavai révén irányítgassa az átkot valakire. Egyedül Jahvét illeti meg az átok kirovása, ő a gonoszt átkával sújtja, ez meg van írva a törvényben, a jót pedig az áldása kíséri. Miért? Azért, mert ő igazságos Isten. Tehát egyedül Jahvét illeti meg az átok kirovása. Ehhez tartják magukat az átúzsoltárok, ahhoz képest, ami a keleti gyakorlatban zajlott, hogy mágikus praktikákkal gazdálkodtak az átkokkal. Másfelől felette áll Jahvé minden mágikus praktikának és bálványisteneknek. Ez azt jelenti, hogy az ő áldása megsemmisítheti a kimondott átkot. Idézek pont a Zsoltárokból egy rövid részletet, a 109. Zsoltár 28. versét. Átkozzanak ők, de te áldj meg. Feltámadnak, de szégyenüljenek meg, és örvendezzen a te szolgád. Ha te áldasz, akkor ők átkozhatnak. A te áldásod felül írhatja az átkokat. Vagy gondja van Istennek arra, hogy az ártatlant ne érje utól az átok. Tehát megint fölötte van ezeknek a praktikáknak. Még ha valaki meg is átkoz egy ártatlant, Istennek gondja van, hogy ne fogjon rajta. A példabeszédek könyvének a 26. fejezetéből idézek egy verset, a második verset. Miképpen a madár elmegy, és a fecske elrepül. Azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Ezt írja példabeszéd. Egy szóval a Zsoltárok világában az átok csakis az igaz és igazságos Isten akaratából fog valaki, vagy nem fog. Hát így van. Így lehet köze az imához. Furcsá halszik elsőre, de még foglalkozunk vele, hogy az átokból ima lesz. Zsoltárra válik az átok. Pontosan erről van szó, mert a Jahvéban bízó az hozzáfordul, amikor az ellenség szorongatja vagy nyomorgatja, és Istentől várja az igazságszolgáltatást ezek a zsoltárok arról szólnak, hogy elmondom a helyzetemet, elmondom a nyomorúságomat. Kívánom azt, hogy az ellenem támadó gonosz meglakoljon, de Istentől várom az igazságszolgáltatást. Nem mágikus praktikákkal akarom elérni, hogy valami szörnyűség történjen a másikkal, hanem az igazságos Istenhez kiáltok. Hogy abban a helyzetben, ahol engem igazságtalanul nyomorgat, szorongat az ellenség, ő szolgáltasson igazságot. Fizessen neki úgy, ahogy érdemli. Nagy különbség, hogyha átkot szórunk valakire, vagy fohászkodunk az Isten igazságszolgáltatásért. Itt érthetünk meg valamit talán abból, hogy mekkora különbség van a zsoltár, és a mágikus praktika között. Tehát egy Istenhez folyamodás, egy Istenbe vetett bizalom, és ezt most azért mondom, mert még egyszer, én csak kívánhatom, hogy meglakoljon az ellenségem. Meg se próbálom, hogy magam idézzek elő valami gonoszt nála. Nem az én szavaim, nem az én tetteim fizetnek meg, az ellenségnek, én az Istenhez folyamodom. Elmondom, hogy igazságosnak találnám, ha meglakolna az ellenségem, aki ok nélkül nyomorgat és szorongat, de Istentől várom, hogy ő tegyen igazságot. Mert hogy az igazságosság szerint, ezt azért ne feledjük el, bármilyen újszövetségi kontextusban is gondolkodunk, igazságosság szerint minden gonosz tett és minden gonosz indulat ítéletért kiállt. Tudjátok, hogy mit beszél az Ábel vére? Hát a Káin meglakolásáért kiállt. A kiontott vér, az ártatlanul kiontott vér, az megtorlásért kiállt. Az igazságosság jegyében nem lenne igazságos, hogyha a gonosz az teljesen szabadon, és minden ítélet nélkül garázdálkodhatna. Az igazságosság mindig azt követeli, hogy a gonosz meglakoljon. Ez igazság. azt merném mondani, hogy az igazságosság szempontjából az új szövetségben sem változik semmi. Most fejeztem be a jelenések könyvét. A, a hatodik fejezetben, a tizedik versben azt olvassuk, hogy azoknak a lelkei, akiket megöltek az Istennek beszédéért és a tételéért. És én arra gondoltam, hogy azok egyé a fiatal kurd munkásoké is, akiket az iszlám állam terroristái lefejeztek. Tehát azok a lelkek, akiket megöltek az Istennek beszédéért és a bizonságtételéért, ezt kiáltják nagy szóval. Idézem az új szövetséget. Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? És nem állsz bosszút ami mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Mert igazságtalan lenne, hogy büntetés nélkül vihessenek végbe ilyen gonoszságot. Hogy az Isten beszédéért, a bizonyság tételért megöljenek kereszényeket. Az igazságosság megtorlásért kiáll. Az az igazságos, hogyha a gonoszság, a bűn megítéltetik. Nos, hát az ellenségtől nyomorgatott embernek az átok zsoltáraiban valami hasonló kiáltás hallatszik. Ahogy, ahogy a megöltek lelke igazságosságért kiált, a, nyomorgatott, szorongatott, ellenség által bántalmazott, fohászkodó, és ezért az igazságosságért kiállt. Ajánlom figyelmetekbe, hogy még egyszer nézzétek végig a, az átok Ez most nem olyan nagy dolog, mert van számítógép. Bevallom, hogy én is úgy néztem végig, hogy nem öt évig kerestem ki mindegyiket, hanem néhány katintással is. Mindent elolvastam többször is. Olvassátok végig még egyszer az átok zsoltárokat, és figyeljétek meg, hogy milyen gyakori ezekben az igazságosságra hivatkozás. Én most csak ö, ö, néhányat fogok kiemelni, de érdemes átnézni őket. A 54. zsoltárban. Bosszút áll az utánam leselkedőkön, a te igazságod által rongd meg őket. A te igazságod által rongd meg őket. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Az igazságosság egyében. Fizess meg nekik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint. Kezük munkája szerint fizes meg nekik, add meg nekik jutalmukat, amit érdemelnek, igazságosság szerint. Amiatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon, és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje. Mivel, hogy szerette az átkot, azért érte el őt, és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék el az tőle. Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. Essenek az álnokok saját tőreikbe, míg én egyben által megyek. És kegyelmedből ronzd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet, mert szolgád vagyok. Ha az Isten szolgájaként ér engem a nyomorúság, éri az átok Zsoltár szerzőjét és imádkozóját, a nyomorúság, akkor igazságosságért kiállt az Istenhez. Én a te szolgád vagyok és nyomorgatok. Mutasd meg neki, hogy nem akárkinek vagyok a szolgája. Méltó dolog, hogy én téged szolgálok. Nincs olyan Isten, mint te. Téged is gyaláz az, aki engem azért bánt, mert a szolgád vagyok. Igazságos dolog, hogy meglakolj. Szóval ez egy fontos dolog, amit végig kell gondolnunk az átok zsoltárokban, vagy fontos dolguk, hogy nem mágikus praktikák, hanem egyedül Istenre bízzák az igazságszolgáltatást, és igazságosak. Az igazságosság jegyében születnek meg ezek az átok zsoltárok. Ez a válaszom az egyik kérdésre, amit Matyi feltett, de tovább is haladunk, hogy hogy, hogy ilyen Zsoltárokat írnak. Az igazságosság jegyében írják. Olyan ember írja, akit az ellensége nyomorgat és szorongat, ez a jelen helyzet, és ő Istenhez kiállt, hogy tegyen igazságot, fizessen meg annak, aki gonoszal illeti őt. Persze lehet, hogy ott, úgy borékol bennetek, hogy akkor most elintézzük ezzel, hogy tulajdonképpen nem is kell megütődni, baj van azzal az érzékünkkel, hogy úgy, úgy egy kicsit idegenkedünk az átok zsoltároktól. Látni fogjuk. Azzal folytatnám, hogy Krisztus előtt és Krisztus után az erkölcsi színvonal is különbözik. Az Ószövetség idején ugye a fogad fogért, a szemet szemért elv, magyarul a bosszú elve érvényesül. Fontos, hogy a bosszú igazságos, és nem csak igazságos, hanem jogos is volt. Hát mondja mai nyelven, jogszabály volt a bosszú. Ugyanolyan, mint az, hogy ha macsi nekem pénzzel tartozik, akkor törvény szerint meg kell adni a tartozását. Jogszabály, nem? Vagy ha én tartozom macsinak pénzzel, jogszabály, hogy meg kell adnom a tartozást. Ilyen jogszabály volt a bosszú. Ha valakit gonoszal illettek, vagy megöltek, a hozzá tartozói igazságot szolgáltathattak, úgyhogy megbosszulják ezt a gonoszságot. Törvény szerint járt megtorlás a gonoszságért, sőt, akik az Isten parancsait megszekték, azokat is átok fenyegette, lehet olvasni a törvényből. Hányszor Mondja Mózes az ilyen figyelmesen hallgató izraelitáknak, hogy aki áthágja, vagy semmibe veszi az Isten törvényét, azokra ezek és ezek az átkuk hullnak. Nos, hát ha jogos volt a bosszú abban a korban, az igazságos bosszú, sőt, Eh, jogszabály volt, hát ezért van az, hogy, hogy a bosszú jegyében, az átok zsoltárokban nincs visszafogva a, a, gonosz elleni indulat. Ez az, ami úgy, úgy megriaszt bennünket, hogy azért van gőz ezekben a zsoltárokban. Nem csak olyan halkszavú imádságok, hogy Rád bízzuk, hogy tegyél igazságot, hanem kiáltások. Amilyeneket olvastunk, hogy essenek a tőreikbe, tördöste őket. Tele van ilyen zaftos kifejezésekkel az Átok Zsoltár. Hát én figyeltem, hogy még a biblia kommentárok is szeretnék ezt egy kicsit valahogy kezelni. Még Herbert Hág is azt mondja, hogy Hát a keleti ember vérmérséklete és fantáziadús nyelve. E, hát az a bajom ezzel, hogy szerintem minden indulat keleti vérmérsékletű és fantáziadús. A maiak is. E, nézzétek meg, mondok ellentétes példákat. Nézzétek meg a szerelmi szimbolikát bármely népköltészet. Mindegyikben van vérmérséklet és fantáziadús nyelvezet. Vagy hát nektek is könnyű jó példát mondani, nézzétek meg a magyar káromkodások cikornyás nyelvezetét. Hát azt mondjátok, jó, mi is keletiek vagyunk, de ezek azért az új grammatikához igazodnak, és semmivel se kevésbé zavtosak, mint az átokzsoltárok. Az indulat, az mindig keleti vérmérsékletű. És fantáziadús. De van egy lényeges dolog ezekben a zsoltárokban, annak ellenére, hogy ez az indulat, ez megnyilvánul, ezek az indulatok alá vannak rendelve az Isten igazságosságak. Semmi nem kerülhet be egyetlen zsoltárba sem, ami az Isten igazságosságán kívül lenne csak olyat kérhet az Átok Zsoltár imádkozója, ami az Isten igazságossága szerinti. Ha nem ezt teszi, az nem Zsoltár. Hát így válhatnak imává ezek a fohászok, még akkor is, hogyha ítéletért kiáltanak. Úgyhogy én azt mondanám ezen a ponton, hogy senki sem mondhatja közülünk az átok zsoltárokra hivatkozva, hogy hát, ha ilyeneket találunk a Szentírásban, akkor mi is szabad folyást engedhetünk az indulatainknak. Megbotlom itt, fölfele jövet, akkor egy hétszentséges nyugodtan elmondhatok. Csak őszinte vagyok, mint a Zsoltár szerző. Csak annyiban megengedett az ószövetségi Zsoltár írónak is az indulat megnyilvánulása, amennyiben igazságos egy. És amennyiben Istennek címzett Zsoltár rá tud változni. Hát, ilyen káromkodást nem igen hallottam. Másképp vannak azok az Istennek címezve nem fohászként. Úgyhogy én azt merném mondani nektek, hogy dühöngjetek bátran, csak a dühöngésetek mindig legyen igazságos, a mérce az Isten igazságossága. És hát váljon Istenhez szálló Zsoltár rá dühöngésetek. Na, persze hozzá kell tennem zárójelbe, hogy az én dühöngéseim nem, nem ilyenek szoktak lenni. Ezért óvakodom attól, hogy dühönkjek. Úgyhogy, ha megbotránkozunk az átok zsoltárokon, ne haragudjatok, hogy ezt megmondom, abban sok képmutatás is van. Vajon a mi indulataink mennyire vannak alárendelve az Isten igazságosságának, hogy mi Magasról megbotránkozunk az átok zsoltárokban. Zsoltárrá tud-e válni az ellenségeinkre irányuló indulatunk? Vagy pedig megmarad ilyen közönséges, vagy ha irodalmi terminusokról beszélünk, a zsoltárt így tekintjük prózai dühöngésnek. Átengedjük a bosszút annak, aki mindenkinek igazságosan megfizet, vagy ha lehet, akkor mi szerzünk érvényt a bosszúnak? Azért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy lássátok, hogy ezek az indulatok, az ellenségre irányuló indulatok, ezek nem csak ilyen történeti relikviák, hogy a régi izraelitákat még ezek bántották, de mi már új szövetségi emberek vagyunk. És hogyha megbotránkozunk azon, hogy ezekben a zsoltárokban megnyilvánul ez az indulat, amennyiben igazságos és amennyiben zsoltárrá változik, akkor ezen is érdemes elgondolkodni, hogy vajon a mi erkölcsi színvonalunk jogossá tesz bennünket arra, hogy megbotránkozzunk a régi izraeliták átok zsoltárainak az indulatai. azt is mondhatnám, hogyha még az átok zsoltárokban is megbotránkozunk, akkor mennyire kellene megbotránkoznunk magunk? A mi indulat megnyilvánulásaink. Félő, hogy az erkölcsi színvonalunk az olykor messze az ószövetségi aláshülyed. Pedig mi kiváltságos, újszövetségi keresztények vagyunk. És azok is vagyunk, de amikor úgy kérkedünk ezzel, ahogy azok tették, akik így utasították vissza a Jézus szabadságra biztató beszédét, hogy mi az Ábrahám fiai vagyunk, mi sose szolgáltunk senkinek, mit itt nekünk szabadságról. Tehát amikor mi is ilyen kérkedve hivatkozunk az új szövetségi státuszunkra, akkor ugyanúgy megérdemeljük az ítéletet, ahogy azok a hallgatók akkor megígérnek. Megérdemelték. Szóval óvatosan botránkozzunk meg, én csak ennyit mondok, mert mert a megbotránkozás ugye az minősít. Az kritikán alulinak minősíti azt, amiben megütközik. Na most a kérdés mindig az, hogy mihez viszonyítunk. Én tényleg annyira külön vagyok, hogy, hogy hozzám képest az kritikán aluli. De én azt elismerem. Hogy mégis valamiért nehéz nekünk az átok olvasni és hallgatni. Veletek tartok ebben, hogy ez egy kicsit olyan olyan botránkő. Talán ilyen sorozatba is került, vagy hogy van ez itt a témák között, hogy a kérdések, vagy a furcsa, hogy a tabuk. Ja, az, az még, még érdekesebb, amikor inkább nem beszélünk róla vagy úgy tekintjük, hogy vannak dolgok, amikről jobb nem beszél. E, hát ez is azért van, mert idegenkedünk tőle. Valahogy nem könnyű nekünk az átokzsoltárokat olvasni és hallgatni. E, még akkor sem, hogyha ha tudjuk, hogy Istenhez szóló fohászok ezek, zsoltárok. Ez azért van, mert mi abban vagyunk mindenek előtt kiváltságosok, hogy mi nem csak a szemet szemért törvényét hallottuk. Az is szent és igazságos. Arról szól például, hogy ha valaki az egyik szememet veri ki, akkor én ne verjem ki neki mind a kettőt. Ha egy fogamat ütött ki, akkor én ne verjem ki az összeset. Szemet szemért, fogad fog, ez egy igazságos bosszú. Tehát ez is arra tanít, hogy az indulatot, a gyűlöletet féken tartsuk, ellenőrizzük, rendeljük alá a mindenkinek megfizető Isten akaratának. De az a gondunk nekünk, hogy ez a féken tartott, megzabolázott vagy sublimált gyűlölet továbbra is gyűlölet marad. Azt azért nem merném mondani, Matyinak, hogy igazából ezek a Jámbor, régi izraeliták nagyon látszívűek voltak az ellenség iránt. Mert olyan idézeteket olvasna Matyi, ahol ezt, ezt nem tudnám igazolni. Igen, elismeri, aki imádkozik, hogy Isten gazdálkodik az átokkal, és hogy Igazságosnak kell lennie a bosszúnak, de ez az ellenőrzött és irányított indulat, az attól még gyűlölet marad az ellenség iránt. Ez azért lehetséges, mert az Ószövetségi törvény nem a szívben ítéli meg az indulatainkat, hanem a kivitelezésükben. Ez azt jelenti, hogy megvan szabva az ellenség iránti indulat megnyilvánulásának az iránya és a módja. Hogy Istennek kell elmondani azt, hogyha rosszat akarok az ellenségemnek, és igazságos ítéletet kell kérni még az ellenségemre is. E tehát nem mágikus praktikákban, nem zabolátlan túlzásokban, hanem ilyen imává változó zsoltárokban, Istenre bízott, igazságos, bosszúban kell gyűlölni az ellenséget. De gyűlölhetjük az ellenséget. Nagyon fontos, hogy csak az ellenséget. Izrael fiainak nem szabadott egymáson bosszút állni. Nézzétek jól meg a törvényekből, én most csak kettőt idézek, a Mózes második könyvének a 23. fejezetéből, a negyedik verstől. Ha elő, ezek ilyen belső törvényszerűségek, ha elő találod ellenséged, értsd téged gyűlölő atyát, fiát, mindjárt megmondom, miért, miért nem az Izrael ellenségéről van szó, ha elő találod ellenséged, eltévedt ökrét vagy szamarát, hajd vissza neki. Tehát ez nyilván, hogy a szomszédokról szól. A harcmezőn nem szoktak ökröket terelgetni, meg haza kísérgetni egymást. Tehát nézzem, a következő versből látszik, hogy, hogy ezek belső rendelkezések. Ha látod, hogy annak a szamara, aki téged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyázz rajta, ne hagyd. Old le azt ő vele együtt, a másikkal együtt. Tehát csak az Izrael ellenségén szabadott bosszút állni a régi izraelitáknak is. Egymáson nem. Hát ezt csak azért mondom, hogy ne próbálkozzatok azzal, hogy egymásra olvassátok ezeket az aftos zsoltárokat. Ez még a régi izraelitáknak sem volt megengedve. Így szabályozta a törvény a másik elleni indulatot. Nos. Jézus egy sokkal radikálisabb tanítást adott nekünk. Ő nem csak a kivitelezésében ítéli meg az indulatokat, hanem a csírájában. A szívben ítéli meg. Vagyis a következményei helyett magát a megfogant indulatot ítéli meg Jézus. Például akkor, amikor azt mondja, hogy ha gonosz kívánsággal tekintesz asszonyra, és ha asszony, akkor az másnak a felesége, már paráználkodtál a szívedben. Csírájában magát az indulatot ítéli meg a Jézus radikális tanítása, amely túlmegy a törvényen. A törvény megszabta az indulat megnyilvánulásának a módját, és nem ment mélyebbre. Nem ment a csírájáig az indulatnak. Hát az új parancsolataiban Jézus még ennél is sokkal radikálisabb erkölcsöt tanít nekünk. Ezért van az, hogy nekünk nehéz hallgatni az átok Zsoltára. Mondtam, Krisztus után az erkölcsi színvonal vagy létsz, mérce is más, mint Krisztus előtt. Nem csak, hogy a csírájában ítéli meg az indulatot, hanem a gonosz elleni küzdelemben túlmegy az ítéleten. Az igazságosság az ítéletig tart. Az igazságos, hogy mindenkinek az érdeme szerint fizessünk meg. Ez az igazságosság. Megítéljük, hogy hány pénzt ér, és a szerint fizetünk. A Jézus radikális erkölcse a gonosz elleni küzdelemben túlmegy az ítéleten. Az igazságos megfizetése. A gonosz az ott van, sőt, ott volt. Már akkor is ott volt, amikor mi megjelentünk a Földön. Tehát azért nem mi felelünk, hogy gonosz egyáltalán van. Ne csodálkozzatok, hogy nem embernek való a gonosz problémájának a megoldása. Ez Istennek való, aki alkotta. Olvasátok el az Ézsaiás proféta könyvének a 45. részéből, a 7. versből, hogy Isten megmondja nekünk, hogy ő alkotta, teremtette a gonoszt. Annak való a gonosz problémájának a megoldása, akiről a korintus, az első korintusi levél 15. fejezetében azt olvassuk, hogy utolsó ellenségként töröli el a halál nem embernek való a gonosz problémájának a megoldása. Ezt is jó megtanulni az átok Hogy, hogy Istenhez folyamodjunk, amikor a gonosz ellen küzdünk. Nem embernek való a gonosz problémájának a megoldása. Ott volt a gonosz, amikor mi megjelentünk a földön, és ott lesz a végítéletkor is. mi beleütközünk a gonosznak a botrányába. Ott vannak a történelem szörnyűségei. Bűn, kín, pusztulás. Nem akarom ecsetelni. És ott vannak az átok is, amelyek bántják a fülünket. Van bennük duzzadó indulat a másik ellen, gyűlölet az ellenség ellen. Pedig a gonosz elleni küzdelemről szólnak ezek a zsoltárok is. A rájuk támadó, őket nyomorgató, szorongató, gonosz elleni küzdelemről szólnak. Teljesen egyértelmű bennük, hogy a gonosz ott van, és az is, hogy Istennek való a gonosz problémájának a megoldása. Ezért fordulnak az átok zsoltárok az Istenhez. Azt is mondhatnám, hogy hogy az átok zsoltárok beli átok, az voltak éppen az Isten hatás körébe utalja gonoszt, annak a legyőzése véget. Igazából ezek az átok zsoltárok megoldási vágyak az igazságos bosszú révén a gonosz problémájára. Te vagy a hatalmas Isten aki igazán fizetsz. Ítéld meg a gonoszt, ne uralkodhassék. A te igazságot kerekedjen fölül rajta. Ezek az átok zsoltárok megoldási vágyak. Igazságos bosszú révén a gonosz problémájára. És hát ez az igazságos bosszú, ez nem csak a nagyon régi, ókori keleten, hanem a zsidó hagyománytól a görög antikvitáson át, egész hamletig ismeretes az igazságos bosszú. Igaz, hogy a hamletben már ez egy problematikus megoldási kísérlet. Mintha nem akarna működni. Hamlet képtelen a bosszúra. És Jézus szerint is ez a régieknek adott parancs, hogy szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Megmondatott a régieknek. Nem találjuk meg ezt a törvényben, ez a törvényhez szorosan kapcsolódó hagyománynak a megformálása, megfogalmazása, de az átok zsoltárok ott vannak. Tehát látjuk, hogy az ellenség iránti gyűlölet az, az hozzátartozik a szemet szemért, fogat fogért, Erkölcséhez. De a gonosz elleni küzdelemnek van egy másik, egy kiváltképpen való útja is. A megbocsátás. Én lemertem írni egy tanulmányomban a megbocsátásról, hogy meg nem történté teszi az elkövetettet. Súlyos mi. Számon is kérték rajta. Egy diákom levelet írt nekem, hogy ő most nagyon kemény, éles kérdésként néz szembe a megbocsátás kérdésével. Hogy jövök én ahhoz, hogy azt mondom, hogy a megbocsátás az meg nem történtét teszi az elkövetettet. Gondolkoztam három napot, és írtam neki választ. A egyszer így számon kérítek rajtam, hogy hogy lehet ilyet mondani, nektek is fogok válaszolni, de az most egy kitérő, külön kis előadás lenne. Jézus egy egy törvényt meghaladó megoldásra tanít a minket érő gonoszságok tekintetében. A törvény azt mondja, hogy szemet szemért fogad, fog érti igazságos ítélet, megfizetés jár az elkövetett gonoszságért. Jézus egy törvényt meghaladó megoldásra tanít minket. Azt mondja nekünk, hogy szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok őket, és ne átkozzátok. Azt is mondja, hogy ne győzettessél meg a gonosztul, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Hát ez a gonosz problémájának a Krisztusban lehetővé váló megoldása. Lehet, hogy kételkedünk. Nem csak ilyen szép mondások ezek. Az eléggé életszagú, amikor dühöng a Zsoltár író az ellenségére, de az, hogy jóval oldani meg a gonoszt, Működik ez, vagy hagyjuk? A tékozlófiú példázata jut most eszembe. Azért nyomatékosítottam a példázat szót, hogy jelezzem, hogy ez, ez nem egy érzelmes emberi történet az Új Szövetségben, a tékozló fiú története, hanem Expressis Verbis példázat. Tehát valami másról szól vagy másról is szól, nem csak az egyszeri emberről és a fiáról, hanem az Atya Isten és a teremtett világ történetéről beszél nekünk a tékozló fiú példázata. Hogy az Atya Isten hogyan viszonyul ahhoz, amikor ellene fordul a teremtménye. És mit történik azután? Ez a példázat az atyánál maradtakról, ugye volt egy testvér, aki otthon maradt, és a tőle elszakadókról beszél. Akár a gonosz egy definiálási lehetősége is ez, hogy, hogy az Isten től elszakadt, vagy az Isten kinyilvánított akaratától elszakadt teremtmények, azok a gonoszok. Most nem megyünk abba bele, hogy nem a szándékától, hanem a kinyilatkoztatott akaratától. Mert pálapostól, azt olvassuk, hogy mindeneket bűn alá rekesztett, hogy mindeneken kegyelüljön. Ebből nem úgy tűnik, mintha meglepetésként érte volna Istent azt, hogy, hogy vannak teremtmények, akik szembefordulnak vele. De most ez megint egy olyan leágazás, amiről majd e, külön alkalommal lehetne beszélni. E, most térjünk vissza a gonosz problémájának a hitbeli megoldásához. A gonosz problémájának a hitbeli megoldása az abban áll, hogy hiszek a példázat atyában, a tékozló fiú példázatának az atyában, és már nem a régiek módján, az átok zsoltárok módján, hanem a Jézus tanítványaként viszonyulok a gonoszhoz. Vagy legalábbis ez az, amit tanítványként gyakorolni szeretnék. Erre törekszem, ezért imádkozom. Hogy a Jézus tanítása szerint viszonyulhassak a gonoszhoz. Vigyázat, ettől a gonosz emberileg még eltörölhetetlen marad. Attól, hogy én a Jézus tanítványaként viszonyulok a gonoszhoz, ez nem oldja meg a gonosz problémáját általában véve, de nagyon sokszor megoldhatja az én életemben. Mert aki hisz, de itt most jó lenne a görög szót, a, a, a pisztiszt. Euh, megfelelő magyar szóval visszaadnunk, magyarul is mondjuk azt, hogy hithű. A görögben is. Ugyanabban a szóban a hűség is, és a hit is ott van. Tehát aki hisz, aki hit hű, aki kitart ebben a hitében, aki e szerint a hite szerint jár akkor, amikor bántják, amikor gonoszul bántak vele, annak adatik az a kegyelem, hogy ne győzettessék meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzze meg. Két kérdés legalább biztosan fölmerül, valószínűleg több is. Az egyik az, hogy mi ez a törvényt meghaladó erkölcsi tanítás, hogy áldjátok az ellenséget, szeresétek az ellenséget, jóval győzzétek meg azt, aki hozzátok gonosz. Lehet-e több valami az igazságosságnál? Hát csak az lehet több, ami az igazságosságot is felülmúlja. Tehát semmi olyan, ami megkerüli az igazságosságot. Csak az lehet több az igazságosságnál, ami betölti az igazságosságot és túlcsordul rajta. Ami meghaladja, felülmúlja az igazságosságot, az írgalom és a megbocsátás tud ilyen lenni. A gonosznak a tagadása, a gonosznak az elrejtése, a gonosznak a hárítása az nem tud az igazságosságon túlmenni. Csak olyasmi, ami betölti az igazságosságot. Az izraeliták az átok születésének az idejében is tudták, hogy az áldás felülmúlhatja az átkot. Csak azt nem tudták, hogy még az igazságosságon túl is felülmúlhatja az áldás az át. Lehet azt mondjátok nekem, hogy na, itt egy öt perce úgy, úgy, úgy egy kicsit kezd elszakadni a valóságtól az előadás. Két merülnek fel bennetek azzal kapcsolatosan, hogy jóval győzni meg a rosszat. Emlékeztetlek, hogy én a hitről beszéltem az előbb. Ráadásul a kitartó hithűségről. Így van. Nem alaptalan ez a fölmerülő kérdés. Sok olyasmit láttuk, hogy a gonosz az uralkodik és elnyomja az ártatlant is sokszor. Nincs mese. A hit az nem egy ilyen gyáva félrehúzódás. A hit az a gonoszszal szembeni sokkal intenzívebb küzdelem, mint az igazságosság. De adatik nekünk ez a hit. Mondtam, hogy nem embernek való a gonosz problémája. Az, amikor nekünk adatik, hogy a gonoszt jóval győzzük meg, ott az Istennek is kell tenni valamit mindig. Félre ne értsetek. Nem gondolom azt, hogy a saját erkölcsi tartásunk ö, alapján kell nekünk küzdenünk a gonosz ellen. Egy pillanatig se gondolom. Tisztában vagyok vele, mint ahogy ti, hogy az milyen törékeny, akkora gonossággal szemben, amivel szembe kell néznünk. Ezért mondtam, hogy a hithűségben adatik az, hogy jóval győzhessünk a gonoszon. Valami többet tudjunk tenni ebben a küzdelemben, mint az igazságos visszafizetés. Túl tudjunk menni a gonosz visszafizetésén. semmi sem haladhatja meg az igazságosságot, ami nem éri el az igazságosságnak a színvonalát. Az nem lehet, hogy trükkökkel felülkerekedem a gonoszságon. Lehet, de az nem ennek a hitnek a küzdelme. Csak az haladja meg, ami több, mint igazságos. Például, az arcú ütött ember oda tartott másik arca. Ez több, mint igazságos. Az igazságos az lenne, hogyha egy pofot kaptam, ne adja kettőt. De ha én az első pof után a Jézus tanítását követve, a benne vetett hitből, hithűségből oda tartom a másik arcomat, ez több, mint igazságos. A megtett második mérföld az több, mint igazságosság. Igazságos az lenne, hogyha a törvény előírja, hogy kell vinni ennek a katonának a cuccait egy mérföldig, akkor kiszámolom a mérföldet, utána földhöz vágom a csomagját. Akkor igazságos vagyok. Még köpök is egyet másik felé. Világos legyen, hogy ez most nem az én fele barátom, hanem egy római katona. Egy pogány. De ha még egy mérföldet viszem a zsákját, az több, mint igazságosság. Az ártó ellenségnek a megáldása az több, mint igazságosság. Az ellenem elkövetett véteken túlcsorduló megbocsátás az több, mint a visszaadása az ellenem elkövetettnek. Mert a gonosz meggyőzése jóval, szépek ezek az igekötős változatok, hogy itt nem legyőzésről van szó, hanem meggyőzésről. Amikor úgy győzöm a gonoszon, hogy vicsorgatja a fogát, de megkapja, amit érdemel, az nem akkora győzelem, mint amikor úgy győzök a gonoszon, hogy meginog a gonoszságában. Nem tud gonosz maradni. Meggyőzöm a gonoszt. Ez a gonosz meggyőzése a jóval, az nem csak megítéli a vétkest, hanem esélyt ad neki, hogy jóvá legyen. Ezzel megy túl az igazságosság. Nem érdemli meg az, aki vétett az ismert törvény ellen, hogy esélyt kapjon a jóvá léterre. Az ítéletet érdemli meg, ha igazságot gyakorolunk. Hát ez az, amire az igazságosság önmagában nem elegendő, hogy új esélyt adjon. Ezért van az, hogy Jézusnak ez a sokkal radikálisabb erkölcse az ellenünk megnyilvánuló gonoszságok kezelésében túlmegy az igazságosságon. Hát gondoljátok meg, hogy ezért kellett Krisztusnak is eljönnie. Mert az Isten igazságossága, noha hétszer te szent, nem tudott megjobbítani minket. Megmenteni sem tudott minket. Az Isten igazságossága szerint nekünk el kellett volna veszni. A megbocsátás kegyelem adott, kegyelme adott nekünk egy újabb esélyt. Hallottam egyszer Finnországban angolul egy lengyel plébánostól egy nagyon jó prédikációt. Valószínűleg a bábeli nyelvi közvetítések miatt van, hogy én nem jegyeztem meg azt a Héber szót, amire hivatkozva ő azt mondta, hogy a megbocsátás az etimológiai kapcsolatban van azzal a kifejezéssel, hogy visszavinni valakit az anyja méhébe amikor megbocsátok valakinek, az megszülethet még egyszer. Van még egy esély. Azt kérdezte ez a plébános, voltak ott hölgyek, hogy könnyű volt szülni. Ingatták a fejüket a hölgyek. A megbocsátás is kemény szolgálat. Ha megszülni akarunk valakit egy új esélyre, az fájdalomba is kerül. Áldozatba kerül. De túlmegy az igazságosságon. Új esélyt ad annak, aki gonoszszá lett. Úgyhogy van nekem ekkor egy ószövetségi és egy újszövetségi válaszom azoknak, akik megbotránkoznak az áltugzsoltárokban. Az ószövetségi válaszom. Vesd össze a saját erkölcsi színvonaladat az átok zsoltárokéval. És ha kiderül, hogy gyakran azoké alatt vagy, akkor engedd el a követ, amelyet bizonyos zsoltár részekre dobnál. A másik válaszom, az új szövetségi válasz, bízál abban, aki ura és teremtője a gonosznak is, és irányodban tanúsító tökéletessége alapján, arra alapozva, örülj, hogy te is tökéletes lehetsz az ítéletet felülmúló megbocsátásban, irgalomban. Figyelmeztetnélek a tökéletes szónak a jelentésvilágára: a tökéletes az, ami kiteljesít, teljessé tesz. Tehát a tökéletes, egészet jelent. A Jézus tanításai kiteljesítik a törvényt. Felülmúlják azt, kiegészítik, teljesebbé, tökéletessé teszik a törvényt. Na most itt van a másik nagy kérdés, hogy hogy mondhatok én embereknek ilyet, de hát nem én mondom, meg van írva az új szövetségben, amire ti hivatkoztuk, hogy tökéletesek legyetek, amint a ti, atyátok is tökéletes. És pont, pont ezekhez a Jézusi tanításokhoz kapcsolódik, ahhoz, hogy ebben a szakaszban hangzik el az is, hogy szeressétek ellenségeiteket. Na most van nekem egy videóra vett rövid szatmári imaúrai buzdításom, ahol én válaszolok erre a kérdésre. Ha érdekel, azt meg lehet oldani, hogy fölkerüljön valami honlapra és megnézétek. De két szót azért mondanék erről most, hogy ne tűnjön olyan nagyon illuzórikusnak ez a, ez a befejezés, hogy mi lazán felülkerekedünk a gonoszon. Hogyan lehetséges az, hogy legyetek tökéletesek? Lehet mondani ilyet földi embereknek. Na hát ide figyeljetek. Ha az lenne odaírva, hogy legyetek tökéletesek, mint az Isten, akkor én nem vállaltam volna ezt a más tiszó, ö, előadást. És nem mernék ilyet mondani emberek, hogy legyetek tökéletesek, mint az Isten. De ott valami egészen más van. Ott az van, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Mi a nagy különbség? Ha nekem azt mondja valaki, hogy legyen olyan barna szemem, mint az apámnak. Nem olyan nehéz. Vagy azt mondja, hogy te is legyél hegyi barangoló, mint az apád volt. Nem nehéz, az vagyok. Itt egy örökségről beszél Jézus. Nem valami képtelen feladatról. Ez a szeretet, ami az ellenségen is fog, jobban, mint az átok, ez a mi örökségünk. Ha mi, a mi mennyei atyánknak vagyunk a gyermekei, hogy ott mondja Jézus, akkor ez a mi örökségünk. Most már nem folytatom, Szatmáron egy bicskás példát hoztam a szeretetről. <laughs> Emlékszem arra, amikor a kis halbicskám elfutott a seprűnyélen, kemény bükfán, és mikor először kaptam egy komolyabb bicskát, akkor ezzel rohantam az öcsémhez. De! Ez még a bükkön is fog! Ilyen az, amit kapunk. Az, amit Jézus nem csak ilyen szlogenekben írogatott fel, sprével a falak oldalára, hanem amit, amit ő megvalósítva elhozott nekünk. Ez az ellenségen fogó szeretet, ez a mi örökségünk. Nem reszketni kell, hogy jé, hogy fogok én tökélet. Hálát kell adni ezért az örökségért. És a hitben járás azt jelenti, hogy, hogy ugyanúgy az Istenhez fordulok a gonosz elleni küzdelemben, mint az Átok Zsoltárnak a szerzője. Itt nagy haverok leszünk hirtelen. Az Átok Zsoltár imádkozóival. Ebben nagyon Értjük egymást, hogy a gonosz elleni küzdelemben az Istenhez kell fordulni. Nincs más esély. Ő még úgy tudta, hogy a megoldás csak a bosszú lehet. Nekünk föltárt az Isten, hogy, hogy többről gondoskodott. Jobb megoldás is van. A bosszún túlcsorduló megoldás is van. És hogyha mi is hozzáfohászkodunk, akkor, amikor érezzük az ellenünk irányuló gonoszságot, és ugyanúgy az Isten könyörületességétől várjuk azt, hogy amit mi szeretnénk, hogy tanítvánként kövessük a tanítást, az megtörténjék velünk, akkor van esélye annak, hogy elcsodálkozunk azon, ami történt. Nem vagytok így. Hogy, hogy tudom, hogy ez, ez most nem az én színvonalamnak magától értetődően megfelelő viszonyulás volt. Örülök neki, mint amikor valami ajándékot kapok, hogy most más történt, mint amit én tudok egyébként, hogy visszavágok, vagy legfeljebb az igazságosság jegyében küzdök a gonosszal. Hát itt fogok megállni. És ha vannak további kérdések, megígérem, hogy gondolkodom rajtuk. Ha tudok, válaszolok. Ha az a kérdés, van, hogy az ellenségből az, hogy a között, az nem Egyáltalán nem biztos. És hogyha nem, akkor meddig hagyom, a hogy pali valami Könnyű helyzetben vagyok, pedig azt hiszitek, hogy nehéz kérdés. Nem te vagy az első, ki ezt föltette. Pont így fogalmazott, csak elveszett a részlet a szentírásból. Azt kérdezték Jézustól, hogy 70, még 7-szer is palimadara csinálhat belőle valaki egy nap. És Jézus adott egy választ. És azt mondta, hogy nem csak 7-szer, 70-szer 7-szer is. Nagyon kegyetlen, ugye? Igen, az is. Úgy gondolom, hogy az embernek kell egyetlégés, égés tartása nem is. Jó, bízom, megbízom, és azt hiszem, hogy egy és azt, hogy nem A mai pszichológia evangéliuma szerint. Én csak jelzem, szabad a pszichológia evangéliumát vallani, szabad országban vagyunk, csak jelzem, hogy ez a fogalom, hogy önbizalom, ez az átoknál sokkal idegenebb a Szentírástól. Az átok az ott az egészség az nem. Az nem idegen. És nem akarok el menekülni a kérdésed elől. Ez a hitetlenségnek a kérdése. Ha hát én nem hiszek abba, hogy az a jó, amit örököltem a mennyei atyámtól, az jobb küzdelem a gonosz ellen, mint az én balegyeneseim, akkor, akkor nagyon, nagyon, furcsának tűnik ez. Nem tudom. Lehet, hogy jó lenne egyszer eljönni Lidiával ketten, mert mi Siófokon a Magyarországi Baptista Egyház lelkészeinek tartottunk egyszer ketten egy előadást. Mondjuk az házas páros konferencia volt. Hányszor lehet megbocsátani, akit mellém adtál annak? És ebből a botrányból indultunk ki, hogy hát ez a Jézus, hát ez elfelejti, hogy hát amit meg kell bocsátani, az végül is mégiscsak vétek, nem? Hát ezzel biztatja másikat, hogy akárhány szó lehet ellenem vétek. De mind van. Ebből indultunk ki ott is, hogy meg vagyunk sértődve a mesternek ezen az odavetett válaszán. Nem vagyunk az egyedüliek. Márta is fel volt háború hogy te, ha hát nem látod, hogy Mária itt üldögél. Ide dendültetek 13. Én itt kapkodok, hogy valami kerül. Az ott hallgat, füle botja, már kétszer is tettem neki semmi. Ott ül Mária, tőle egy fél méterre, de nem azt mondja, hogy Máriának, hogy hát nem szép. Azt mondja, mondd meg neki, hogy segítsen. Vagy Sokszor vagyunk így felháborodva, tanítványok is kivoltak akadva a tengeren, hogy hát jó, jó, most mindent értünk, de süllyed el a hajó. Hát nem törődsz te ezzel? És kiderült, hogy Jézus egyáltalán nem törődik azzal, hogy sok egyéb törődik. Mártánál is teljesen mással törődött. Azzal törődött, hogy te Márta. Biztos, hogy te jót ut választott. A tengeren sokkal jobban törődött Jézus azzal a viharral, amit a félelem kavart ezeknek a tanítványoknak a hitében. Mint azzal, ami lötyögött be. Azoknak is azt mondta, hogy hé, adj hagyni. De a tanítványokat három évig nevelte. Hogy kérdezett tőlük ilyet, hogy hogy nincs hitetek? Ennyi ideje velem jártak. Van úgy, amikor úgy tűnik, hogy nem törődik. A mester azzal, hogy elveszünk, hogy a másik méltánytalanul viszonyul hozzá. Hát mi lesz velem, ha én szót fogadok ennek a tanításnak, hogy 70-szer, 7-szer is megbocsássak egy nap? Hát akkor se tudok csinálni. Jézus arra kíváncsi, hogy mi az, ami nekem fontosabb, az önbizalom vagy a benne vetett bizalom hogyha ő tanította azt, hogy meg kell bocsátani, akkor én ezt nem trükként használom, hanem ebben bízva. Hogyha Jézus mondta, hogy így küzdjek a gonosz ellen, akkor igen, tanítvány leszek. Megpróbálom. No, tudom, hogy ez sok kérdést fölvet. Mi akkor összegyűjtöttünk kérdéseket, és konkrét példákat is elmondtam, az elején gondolkodott, hogy jó lesz -e? mondtam, hogy jó lesz. Végül ő is elfogadta, hogy jó lesz. Lehet, hogy egyszer annó, ha ilyen kérdések fölmerülnek, akkor a megbocsátásról külön. Tehát ezt is, amit én válaszban írtam a diákomnak, szívesen elmondanám nektek is, és ha azt össze lehetne kapcsolni így élőben, tehát itt lenne a, a sértett fél is, vagy az engem bántó feleség. Tehát úgy, úgy élőben, akkor e, arról beszélgetni, és akkor folytathatnánk ezeket a kérdéseket. E, igen, itt, itt derül ki, köszönöm az őszinteségedet, itt derül ki, hogy mi, akik az új szövetségi státuszunkra hivatkozva húzzuk az orrunkat az átok zsoltároktól, Mennyire meg tudunk botránkozni az új parancsolatokon, amelyek miatt vagyunk mi olyan nehezteléssel az átok zsoltárok iránt. Nekem az volt a is, amikor ezzel morfondíroztam, hogy hát tényleg most már akármit megbocsátani, hát ez életre szóló kapcsolat, minden nap bánthat a feleségem. Mindig meg kell neki bocsátani. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy hogy Jézus arra tanít, fele barátról van szó. Hogy a hozzám legközelebb állóknak mindig megbocsássak. Hogyha én ezen is kiakadok, hát hogy fogok eljutni oda, hogy az ellenségemet szeress? Azt mondja hogy Jézus, hogy a feleségedet szeress. És azt mondom, hogy hétszer is. És akkor lelepleződött. Kiderült, hogy az nem jó stratégia, amikor Jézust meg akarom győzni, hogy mellé álljon az igazságosságban. Ugye Márta ezt próbálta meg. Mondd meg neki, ez így nem lehet viselkedni. Most annak van az ide, segítsen nekem. Utána ülhet. Hanem amikor ki tudok mozdulni ebből a stratégiámból. Így van. Mikor Péternek azt mondta Jézus, hogy lép ki a csónakból az se volt könnyebb, mint amikor neked azt mondja, hogy lép ki a csónakból. Tehát amikor nem bízhatsz magadban eléggé ahhoz, hogy a következő lépés az rendben lesz. Amikor, ha tetszik, kilépsz az önbizalmadból ebben az értelemben, hogy én már nem tudom ezt követni és ellenőrizni a magamban vetett bizalom talaján. Most Jézusban bízom, amikor ezt a lépést teszem. Volt olyan Jézus ostort font kötélből. Emlékszel rá? Tehát nem valami beállítás kérdése ilyen, hogy hívják ezt számítógépen. Alapértelmezés, hogy akkor mi új szövetségére állítjuk be magunkat, és a szerint válaszolunk az impulzusokra. Beszabad vállalni azt is, hogy indulataink vannak, mert vannak. El kéne mondjam neked az adós szolgát, hogy tovább menjünk. Nagyon kegyetlen dolog azt mondani egy embernek, hogy mindent bocsásson meg a másiknak, aki ilyen sokszor is védhet el. Mi lesz az önbizalom? És a többi kérdések egyetlen módja van, amikor igazságos ezt róni egy emberre, hogy mindent bocsássa meg a másiknak. Emlékszel az adó szolgára? Annyival tartozott, hogy esélyese volt megadni. És könyörült rajta az, akinek tartozott, és elengedte az összes tartozását. Ez hoz minket a legszigorúbb helyzetbe, ha a mi tartozásainkat elengedik. Ha nekem az én nem hétszeri, hanem 70 szer hétszernél is több gonoszságomat, amit eddig elkövettem, nekem valaki megbocsátja, ez kötelez engem arra, hogy én nem mondhatom azt, hogy én nem fogok megbocsátani. Emlékszel te a mi atyánkra? A sorrendre úgy van, hogy bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Emiatt van rajtunk ez a kötelezettség. Hogyha száz dénárért folytogatta az a szolga másikat, azt nem tudták a szolgatársak elviselni. Elmentek szomorúan, és elmondták a királynak, hogy ez történt. Tehát, ha valakinek összehasonlíthatatlanul többet engednek el, és ő sokkal kevesebbet nem hajlandó elengedni, akkor az igazságosság szerint sem lehet ezt elfogadni tőle. Tehát ez a baj. Én mondhatnám Jézusnak, hogy az igen sok, hogy 70-szer 70-szer. de ha azt gondol, arra gondolok, hogy nekem hányszor bocsátottak meg emberek és a mennyei atyám akkor a deficit rögtön látszik. Én annyiszor nem bocsátottam meg, amennyit nekem megbocsátottak. Nem lehet azt mondani nekem. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy azt mondjam, hogy ide a száz Dénárral, ha az életedbe kerül is. Nekem tízezer talentumot engedtek el. Tehát sokszor elfelejtjük azt, hogy Hogy honnan beszélünk? Tehát olyan magas lóról gondolkodom az átok zsoltárokról, mintha az én erkölcsi színvonalam az messze meghaladná azt, de sokszor alatta vagyok az átok zsoltárok igazságosságának és Istenhez forduló ö, kegyességének. Vagy ha nekem annyit engedtek el, akkor föl se vetődik a kérdés, hogy ha én kell elengedjek valamit, ahhoz képes sokkal kevesebbet, akkor én hogy fogok eljárni? De nem csak ilyen törvényszerű, igazságosság kérdés. Így van, nincsen nekünk hatalmunk arra, hogy legyőzzük a gonoszt. Mondtam, hogy ez Istennek való feladat. Ő felel azért is, hogy egyáltalán van gonosz. Nem kell felmentenünk Istent valamilyen magyarázattal, hogy ő felel azért, hogy egyáltalán van gonosz, és neki kell erre megoldást találnia. De szükségem van arra az áldásra, amiről nem vicc, hogy ez a mennyekből jön. Tehát az sosem mondta Jézus, hogy adok nektek egy receptes könyvet, és aztán csináljátok a dolgotokat. Azt mondta, hogy minden nap veletek vagyok. Ez a garanciája annak, hogy amikor a Jézus tanítványaként küzdök a gonosszal, akkor az túl tud menni még az igazságosságon is. Oké. El kell kezdeni, ki kell próbálni. Kiáltani kell. Jézus, ha te mondod nekem, hogy ezt tegyem, akkor tényleg legyél ott, amikor megpróbál. Mi lesz, hogyha palira vesznek? Mondja Jézusnak, úgy, mint az átlag zsoltárok szerzője az Istennek. Tehát nem Berszán István kell kezeskedjék a gonosz elleni ö, olyan küzdelemért, ami túl megy az igazságosságon, hanem az, aki ezt tanította, az pedig Jézus volt. Számon szabad kérni rajta az ígéreteit. Oké. Okay. Tessék. Azt kérdeztem, hogy a, a megbocsátás nem egy alternatívája a a, a, a hanem valami több annál. Tehát a megbocsátás az egyenlő a jogosság, van. és még tovább. És az a kérdés van lenne, arra lennék kíváncsi, hogy uh, hogy látunk, hogy történt a keresztel. Hát, hogy azt látom, hogy Jézusok megbocsátott. Uh, nem kiáltott Istennek a jogosságáért, hanem azt mondta, hogy bocsáss meg, mert nem tudják, hogy sérszenek. Azt hogy hol van a hol van az igazságosság a bűnözésben? Tehát olyan szempontból igazságos a dolog, hogy a bűn elnyert a bűnözés. De olyan szempontból nagyon nem igazságos, tehát Isten önmagával szemben nem volt igazságos a miért Mert ő nem érte meg azt. És ilyen szempontból itt a megbocsátás hogy tört? Azt hiszem, értem a kérdést. Hol van az igazságosság a megbocsátásban? Hogy lehet adóságot meg nem történté tenni? Megszüntetni. Hogy lehet adóság? Egyetlen módon lehet megszüntetni adóságot. Hogy? Ha kifizeti valaki. Annak a királynak, akiről a példázat szól, az adós szolga példázatában, tíz talentumban ba került a megbocsátás. Egy talentum, nem tudom, 20 valahány kiló ezüstben szokás azt mérni, 26 évig do, ö, Zsol katonáskodott egy római katona, hogy egy talentum ezüstöt szerezzen a Zsoldján. És tízezer talentummal volt adós a példázatbeli szolga, az igazságosság ott van, hogy a megbocsátás fizet, a megbocsátás áldozat. A király oda áldozta a tízezert az övéből azért, hogy a másiknak egy új esét adjon. Az igazságosság ott van, hogy ki lett fizetve a tartozás. Az áldozathozatalban. Jézus teljesen kifizette minden tartozásunkat. Úgy, ahogy én is kifizethettem valakinek, ha ő nem tudja kifizetni. Áldozatba kerül. De ez az áldozat, ez nem egyszerűen törlesztés, hanem ebben több, ebben csordul túl az igazságosságon, hogy először is én nem lennék köteles a te adóságodat kifizetni. Tehát az az indulat, ami a megbocsátásban eh, moccan, vagy mozdul, az, az túlmegy túl megy az igazságosságon. Én valamit önként ajándékozok oda, áldozatképpen, nekem az sokba kerül. Nekem, tehát a, az áldozatnak egyenlítenie kell az igazságosság követelményeit. Ebben van az igazságosság. Hogyha én lemondok a tízezer talentumomról, hogy téged ne adjanak a hóhérok kezébe, vagy fordítva, te mondasz le, hogy engem ne adjanak a hóhérok kezébe, akkor az igazságosság teljesül. És ebben az áldozatban én valami új esélyt kapok, amire az igazságosság sose képes. Az igazságosság sohasem tud új esélyt adni, az egyenlíteni tud. Nullázni tud az igazságosság. A megbocsátás erre rátesz egy pluszot. Az a szolga, akit megöltek volna, mert nem tud fizetni, nem csak az adóságától szabadult meg, hanem visszakapta az életét. A nullázás fölött kapott valami hatalmas ajándékot. Én így értem azt, hogy hogy a megbocsátás az eleget tesz az igazsága. Másképp nem lehet. Tehát én úgy nem tudok, ha tudom, hogy te tartozol uh, Atinak ezer euróval, én nem mondhatom azt, hogy Tudod mit, Szabi? Elengedem neked a tartozásodat. Az így nem megy. Tehát ez nem megbocsátás, ez súrmóság. Tehát én akkor engedhetem el a tartozásodat, ha oda megyek és azt mondom, hogy itt van a pénzed, szabító ne kérjé többet. És minden megbocsátásban igenis, ott van az áldozathozatal. Csak tudjátok, ez tényleg túlmegy a közgazdaságon. Az nekünk egy életesé is az áldozathozatal. Az, amikor én a másikért áldozatot hozok, az nekem sokba kerül, különben nem áldozat de az engem meg is gazdagít. Tudjátok, mi jut mindig a, a másikért hozott áldozatról. Még barátkoztunk Lidiával, eljegyzésről se volt még szó, de sok mindenről szó volt már. Amikor eltévedtünk a ködben az egyes kőnél, és én akkor jártam ott először, olyan utat választottam lefelé, amit nem ajánlok nektek. Egy kürtőben jöttünk lefele, és egy szakaszon nem volt mit tenni, a hegymászáshoz nem szokott Lidiával, fölállt a vállamra. Én így álltam a két falnál, kézzel-lábbal, és nagyon erősen tartottam magam, hogy mind a kettőnk súlyát bírjam, és így mentünk lefele, métreket. A ködből nem látszott, hogy mennyit, de tizen méteret, Fél óra alatt, vagy még több alatt. Hát az bakancs volt, nem házi papucs. <laughs> És rajtam csak egy póló volt. Úgyhogy ott alaposan, meg meg is amikor mozdultam, ott olyan horzsolások voltak komám. De hogy én milyen boldog voltam. <laughs> hogy nekem ez az áldozathozatal, ez, ez mekkora kincs volt. Ki van ezt találva? Ez, ez, nem én most találtam ki ma este. Mikor Jézus arra biztat, hogy szeressed az ellenségedet, bocsáss meg annak, aki gonoszul bánik veled, hozzál áldozatot a megbocsátásban, akkor ő tudja, hogy mit beszél. És ez tényleg sokkal több annál is, amikor az igazságosságnak van elég tétele. Hogy most igazságosan járta. Ez annál sokkal több. Ha én azt mondtam volna Lidiának, hogy az apukát nem tanított meg hegyet mászni, itt hagynak. Az engem megtanítottak, én lemegyek. Sánt itt a logika, de megkísérelhettem volna valamilyen megoldást. De, vagy bármikor. Ha áldozatot tudok hozni, ha tudok engedelmeskedni annak, amire Jézus tanít, és itt kezdődik el a tanítványság. Mert addig, amíg fogalmakat rakosgatunk, az is lehet értelmes dolog, de az nem tanítványság. A tanítványság az mindig követés. Ha Jézus áldozatot hozott, követni őt, azt jelenti, hogy követem őt az áldozat hozatalban. Én is hozok áldozatot. De Akárhányszor tudtam ilyet tenni, mindig meggazdagított engem. Volt olyan, hogy egy éjszakán volt arra, hogy eldöntsem, hogy elválasztom-e a legjobb helyet, tanári katedrát, és akkor az biztosan az enyém lesz, vagy odaengedem a kollégámnak, és én hát ha ősszel sikeresen, versenyvizsgázom az egyetemi állásra és Akkor... Tehát az volt, hogy ha én most elválasztom a jó városi helyet, ahol lehet jól dolgozni, akkor Ezt nyáron kellett döntenem, negyed év végén, júniusban erről. Össze volt a versenyvizsga az egyetemi tanársegédi állásra, de hogy még gyakornoki volt az. Ha én most ezt választom, és ősszel mégis maradok az egyetemen, akkor már nem rendelkezhetek arról a helyről. Nem adhatom tovább a kollégát. Az visszamegy a tanfelügyelőségre, és ők döntenek róla. És akkor alud, nem aludtam egy éjszakát, és azt mondtam, hogy nem, nem választom el ezt a jó helyet. Ráadásul vásárhelyi volt ez az utánam következő kolléga, aki választhatott. Azt mondtam, hogy legyen a tiéd, én bízom benne, hogy hogy ősszel az egyetemet választhatom, és összeszittak sokan. Józan logikával. Ilyeneket mondtak, hogy a biztos verebet nem adjuk oda egy bizonytalan luddért, meg eréli bölcsességeket. És igazuk volt. Volt logika. Ezek az emberek értelmes emberek voltak. Bennem is volt egy értelmes ember, aki mondta, hogy te ezek meg igazul. Vagy. vagy, na meglátjátok, ha szülők lesztek, hogy hányszor kell egy nap megbocsátani. Hú, láttátok volna, hogy Magyi Farkas ma hogy kelt fel délután. És én voltam a szolgálatos anyukája is, mert az anyukája nem volt ott van. És következik egy hét, nyolcadikán Lidia elrepült és ketten maradunk. De nagyon örülök mindig annak, amikor a Jézus tanítványaként küzdök a gonosszal, Tanszékvezetőként is. Nagyon kemény helyzetekbe kerültem. Sose vitt rosszra az, hogyha én a Jézus tanításai szerint küzdöttem a gonosz. Sohasem. Tehát ennyi, erről mereg bizonyságot tenni, de még egyszer mondom, hogy én csak tanúságot teszek arról, aki nekem is ezt tanítja. Ő a garanciája annak, és ő is kell, hogy legyen a garanciája annak, hogy mi történik akkor, amikor mi hallgatunk rá. Attól kezdve, hogy én megindulok tanítvánként az ő tanításán, ő a felelős. Ezt lehet így nyugodtan mondani. Ha én azt mondom Matyi Farkasnak, hogy így kezdtük az úszni tanulást, hogy engedd el magad a vízen. Ne törődj vele, hogy nem éri a lábad a víz. Engedd el magad. És Magyar azt mondta, apám mondta, az ő dolg, az ő dolg. Igaza volt. És elengedte magát. Na most az a kérdés, hogy tudunk-e ilyen ilyen közel lenni a mennyei atyánkhoz, mint Matyi Farkas hozzám, amikor habozás nélkül megteszi azt, amit az ő bizalma, tehát önbizalomból nem csinálta volna ezt. Semmiképp. Ő tudta, hogy ő nem bízhat abban, hogy olyan helyen a vízben nem éri a lába, ott ő boldogul. De azt mondta az apja neki, hogy engedje, látta, hogy az apja úszik, elengedte magát. Abszolút. Az Isteni a felelősség azért, hogyha én engedelmeskedem neki. Erre kell alapozni a tanítványságunkat. És hinni, bízni ebben az úgy, hogy Matyi Farkas. Tehát az, az, lehetett volna, hogy hirtelen eltűnik a víz a tóból, furcsa lett volna, de még el tudná képzelni. De az, hogy apa mond valamit, és az nem úgy van, az nem lehet. Tényleg látom ezekben a gyerekekben, hogyha azt mondanátok neki, hogy reggel nem fog felkelni a nap, mert így, meg úgy, meg amúgy, fél óra alatt el tudnátok hitetni vele. De azt, hogy holnap az apja nem lesz az apja, azt nem hinné el, ha egy két órán keresztül győzködnétek, akkor sem. Van több, mint az önbizalom. Fontos, hogy legyen bizodalmunk. Ez biztonságérzetet ad. Teljesen jogos ez az ez a, ez az igényed, hogy, hogy tudjál bízni akkor, amikor belevágsz valamibe. De ahogy én olvasom az új szövetséget, meg az út is, van nagyobb az önbizalomnál. És erre tanít minket a Szentírás. Lidia utána járt, hogy van ilyen, hogy ön megtartóztatás, van ilyen, hogy önkontroll, Görögben. Olyan, hogy önbizalom nem fordul elő ez a fogalom, az új szövetség. És nem csak azért, mert akkor még a pszichológia ezt nem tette terminussá, de körülírások sincsenek, amik erről szólnának, hogy a mai fogalom ezt talál rá. Ennek a világnak az a tanítása, hogy a biztonságot az önbizalom kell, hogy adja. Jézus azt mondja, hogy ne kövessétek ezt a világot. Ez egy nagyon radikális dolog. Biztos vagyok benne, hogy ebből kimozdít az, hogy a Jézus tanítványa vagyok. Férejtés ne essék, én is ebben a világban élek. Van úgy, hogy nagy önbizalommal. Itt Anita mondta talán, hogy olyan jól ment egyből minden, államvizsga, szigorlat, első interjú, állás. És akkor a következőre már így megyünk, hogy na szevasz. Bennem is van ilyen, hogy már önbizalomból csinálok dolgokat. De arról nincsenek jó tapasztalataim. <laughs> Anitának sincsenek, ha jól értette. Arról vannak jó tapasztalataim, amikor tényleg merek bízni, hogy amit Jézus mond, az az Isten fiának a tanítása. És olyannak a tanítása, aki itt élt, járt a Földön, és akit, enyhén szóval, azért bántottak. Szegekkel is és sokféleképpen. Tehát én ezt tudom mondani, hogy, hogy ez, igen, az önbizalomból úgy kell kilépni, mint a csónakból Péternek. Lehet, hogy utána elkezdünk bugyborékolni, de akkor is, ha tanítvány akarok maradni, nem maradhatok meg az önbizalmam. Nincs túl késő? Vagy Farkast ott hagytam a barátjának. De nagyon élvezi, jó. Ha tőle kérdezitek, akkor még egy órát maradhat. Az a feljegyzés a személy, aki esetleg úton ezek az állapotokról számára? Mert ez esetleg amit kívántak, róla nem korabeli történet jut eszembe. Csak most nem olvastam el, meg kéne nézze. Ugye a, a királyság után már úgy kevesebb szó van az átokról. Van egy, egy nagyon érdekes történet, amikor egy ismeretlen proféta mond átkot egy másik prófétára és beteljesül. Király könyvében kéne megkeresni. De gondolkozzunk még, segíthettek, ha eszetekbe jut olyan följegyzés, ami arról szól, hogy az átok beteljesült. Ö, hát a proféciákban is sok szó van átok. Ö, mikor megjövendőlik egy ragyogó és csúcson levő birodalomnak vagy városnak, hogy kőkövön nem marad. Vagy akár a templom épületének, hogy itt kőkövön nem marad. Arról olvasunk, hogy beteljesült. Én úgy emlékszem, hogy a fügefa is elszáradt. Azt mondta Jézus, hogy tőled többé fügét ne szedjen soha senki. És mikor még egyszer arra mentek, hopp, eszükbe jutott, hogy ez a tegnap zöld volt, és ma ezt. Hogy is tudott ilyen hirtelen elszáradni? Tehát, vagy gondoljatok Ákánra. Uh, Meg volt írva a törvényben, hogy ami az Istennek van szentelve, és valaki ahhoz nyúl, az átok alatt van a családjával és a törzsével és az egész táborral együtt. Emlékeztek, hogy amikor Ákán elrejti? Ez egy nagyon érdekes dolog, és az átok egy változata, ez amikor az az átok, amit az ellenség bevételekor úgy szentelnek oda mindenestől az Istennek, hogy abból ők zsákmányt nem vehetnek. Tehát el kell pusztítani mindent, mindent, ami érték. Fölégetni, megölni, kinyírni, nem szabad zsákmányként elvinni. És tehát átok alatt van az. Annak pusztulnia kell. Ha valaki félretesz, látjátok, hogy az egész Izraelen beteljesült az átok. Ez is érdekes. Az át, a, akin átok volt, azt azért űzték el a közösségekből, mert arra a közösségre is átkot hozott. Nem ment a harc. Levertek egy csomó nagy erős királyt is, önbizalomból mentek interjúra, következő háború előtt, és nem jött össze. Megfutamott. És akkor kiderül, mi van, mi történik? Kiderül, hogy beteljesült az átok. Meg volt mondva, hogy nem lehet elvenni az egészen Istennek szenteltből. Valaki elvett. Átok van rajtatok. És amíg a bosszú, az igazságosság meg nem oldotta ezt a gonoszságot, addig érvényesült az átok, meg hát beteljesült szegény Ákánon is. Vagy új szövetségi példát emlékszel Anániás és Safirára, akik hazudnak, és megpróbálják félrevezetni, hát ők azt hiszik, hogy csak az apostolokat. De azt mondja nekik Péter, hogy nem nekünk hazudtattuk, hanem a Szentléleknek. Nem lehet hazudni a Szentléleknek. Ha elolvassuk az, a Szentírást, akkor arról van szó benne, hogy akik nem engedelmeskednek az Istennek, azokat ítélet fogja sújtani. Hát ez az ítélet, ez, ez, sok átkot szabadít az engedetlenekre. Én most olvastam el a, a jelenések könyvét, úgyhogy ha akarod, én tudom folytatni, és ott, hogy ott mik vannak. Tehát, hogy, de azt is olvastam ma is, hogy, hogy, hogy Isten áldása felülírhatja az átkot, vagy megakadályozhatja a megátkozást, Bálámnak nem engedte. Báláknak, vagy Bálá, ki volt az, aki, azt hiszem, Bál, de Bálám volt, Bálák bírá, bérelte fel Bálámot, hogy mondjon átkot Izraelre, és Isten megakadályozta. Nem lehet az én népemre átkot mondani. Tehát ö, ilyen is van, és ezek jutottak eszembe most, hogy a fügefától kezdve, városokig, Beteljesült sokszor az átok. Az arúr héberül azt jelenti, hogy Istentől átkozott. Az, aki az izraeliták közül áthágja a törvényt, átok alá kerül törvény szerint. És hát a mi bűneink is átok alá juttatnak bennünket. Ezért, ezért hirdetjük az evangéliumot, a szabadulást, hogy van lehetőségünk, új esélyünk. De ha hitetlenek maradunk, ha elutasítjuk ezt az esélyt, akkor az ige szerint ránk is vár az átok, az Isten haragja. Tehát csak annyit, hogy az igazságosság érvényben marad. Remélem, jól értettetek. Az, hogy valami túlcsordul az igazságosságon, az nem azt jelenti, hogy eltörli az igazság. Láttuk, hogy a megbocsátás az áldozathozatallal eleget tesz az igazságosság. Én nem mondhatom úgy, hogy elengedem a tartozását valakinek, ha én azt nem fizetem ki. Tehát az igazságosság érvényben marad. Eljött Jézus, hogy legyen új esélyünk, és általa van megszabadulás a minket terhelő átok alól. De hogyha ha mi elmulasztjuk ezt a szabadulást, akkor az átok érvényes. Az igazságosság érvényben marad. Csendesedjünk el, akkor is könyörögjünk. Édesatyánk, köszönjük, hogy örökségül kaphattuk azt, ami több az igazságosságnál is. Nem tudjuk, hogy ez hogy történik, de látjuk azt, hogy a te igéd közöttünk is történik. Közöttünk is vannak bizonyságai a te igédnek. Bocsásd meg azt, hogy sokszor nem a te igéd szerint tájékozódunk. Még akkor sem, hogyha ha tanítványoknak valljuk magunkat. Bocsásd meg nekem is, amikor az ószövetségi színvonal alatti az erkölcsöm és könyörülj rajtam, hogy legyen új esélyem, hogy nem maradjak ott. Látod, hogy el eluralkodnak rajtam az indulataim, tudok, tudok dühöngeni, tudok nagy indulattal törni valakire. Könyörülj rajtam, hogy nem maradjak ebben. Mi szeretnénk a te tanítványaid lenni a te tanításaidon megindulni. Azok szerint tájékozódni. Tudjuk, hogy a világ hülyére lesz. Mert úgy gondolják, hogy ez csak egy vallási fanatizmus. Őriz meg minket attól, hogy a hitünk vallási fanatizmus legyen. Szólíts meg! ígéreted szerint légy itt velünk minden nap és te légy a garancia rá, hogy a te új parancsolataid azok érvényesek. Ámen.